Elkészült Fanándor új hajója, a Spirit of Hungary, amellyel visszatér az óceáni versenyvitorlázáshoz. A hajó Székesfehérvárot áll, de június 1-én már jön az éles bevetés, a New York-Barcelona-Atlanti óceánt átszelő páros megmérettetés, ahol Fanándor társa, a volt olimpikon Goszler Marcel lesz majd. És ha minden igaz, akkor itt van velünk, Skype kapcsolatban Fanándor is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szervusz! Szia, Randi! Üdvözlünk, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állsz így a reggel folyamán már Skype kapcsolatban. Ugye a hétvégén volt a sajtó bemutatója ennek a gyönyörűségnek, a Spirit of Hungary-nek, és azért is mondom, hogy gyönyörűség, mert egy pár mondatot már váltottunk előle, mielőtt ugye most elkezdtük a beszélgetést, hogy tényleg, valahogy ha visszagondolok a te hajóidra, ezek mindig szép jószágok voltak, a szabad így fogalmazni, szépek és jók. Igen, hát elvileg a hajók hölgyek, ezt ugye tudjuk. És ezért nekem mindig fontos volt, hogy szépek legyenek. Persze nem ezért. Alapvetően én szeretem, hogyha egy eszköz szép. Illetve hát tudjuk régóta, hogy ami jó, az szép is, ezt még a nagyok mondták. És ez így igaz. Magáért beszél maga a hajó. Én úgy gondolom, hogy ha szépnek látjuk, akkor rendben is van. Ez egészen biztos. Na persze azon túlmenően, hogy amikor egy ilyen hajónak az építése elkezdődik, akkor fontos szempont az esztétika, de hát nyilván sokkal, ennél sokkal, de sokkal fontosabb szempontok vannak. Ugye most már több mint 16 ezer munkaóra van ennek a csodának az elkészítésében, de mégis milyen olyan elvek mentén kezd az ember egy ilyen hajó megépítésébe, Nándi, ami gyakorlatilag, hát nem csak olyan extrém körülményeket kell, hogy kibírjon, aminek egy bizonyos tesztje még hátra van, hiszen ugye az a nagyon különleges és borulási teszt, amiről már azért meséltél, de szeretném, ha elmondanád most megint, az például még hátra van. Tehát mik azok az új szempontok, te, aki már voltál ott nem egyszer, és tudod, hogy mit kell kibírnia egy ilyen testnek, a mai technikai lehetőségek kárházából válogatva. Szóval nagyon-nagyon nehéz feladat lehet, hogy egyáltalán összehozni azt, hogy mindez egyesüljön egy ilyen 60 lábas hajóban. Hát most mondhatnám azt, hogy igen, nehéz, mondhatnám azt, hogy nem. Nekem ez annyira a zsigereimben van, hogy nekem ez nem volt nehéz, sőt, inkább azt mondanám, hogy egy rendkívüli élmény volt. Egyrészt én évek óta rendelkeztem ezzel a vízióval, hogy mit szeretnék csinálni legközelebb, hogyha egyszer újra hajót építenék. Uh-huh. Nagyon sokáig ez nem úgy jelent meg bennem, hogy mit fogok építeni, mert nem terveztem megépíteni, csak mindig is a legszebb játék volt nekem szabadidőmben, hogy terveztem hajót, és ugye elképzeltem, hogy ha véletlen úgy adódnék, akkor mit csinálnék. És ezt a hajót én nagyon régóta vizionáltam. Félig meddig, amikor a Budapestet építettem 96-ban, 95-ben, nekem ez a hajó már a fejemben volt, csak akkor nem voltam elég magabiztos ahhoz, hogy a saját víziómat meg is elvitt a nemzetközi trend. Egy kicsit az a hajó az olyan volt, mint az akkor éppen menőnek számító hajók. Úgy gondoltam akkor, hogy ez a biztos, nem kockáztatok vele. És bennem maradt ez a hajó, amit most úgy döntöttem, hogy megcsinálok. Akkor azt és ez a hajó, ez az, ami nagyon régóta érlelődött bennem. Mondhatjuk azt, hogy akkor ez a hajó, hogyha nem is szembe megy a trendekkel, tehát, hogy ebből, ezek szerint ebből a mondjuk úgy örvényből már kiléptél, de mindenképpen azokat az elképzeléseidet valósítja meg, amit egyrészt mondasz, hogy nagyon régóta dédelgetsz, de a mai modern kor összes létező elvárásának azért meg tud felelni? Abszolút. Hogyne. Anyagában, technológiájában, berendezésében megfelel, sőt, én azt kell mondjam, hogy néhány aspektusban, belső szerkezeti szilárdságban és kiépítettségben előtte jár a mezőnynek, én úgy gondolom, sokkal kevésbé sérülékeny, mint a mostani élmezőny hajói, és többet tud, ezt numerikusan tudjuk, mert hát azok a hajók, amik az utóbbi években nyerőhajók voltak, én ismerem a tervezőiket, és elég sokat beszélgettem az utóbbi időben velük. Most ilyen számokat mondok, és elnézést kérek, de az érzékeltetés ez nagyon fontos, hogy azt 9 tonna per négyzetméter víznyomásra tervezték, úgy a hészerkezetet, mint a belső szerkezetet. Az ISO szabvány, ami egyébként benne van a mi szabálykönyvünkben, az azt írja elő, hogy 21 tonna per négyzetméter víznyomásnak kell megfelelni,
úgy a belső szerkezetnek, mint a hajóhénak. Az én hajóm tudja 21 tonnát, míg az élmezőny hajói a meglévő flottákból azt nem tudják. Uh-huh. Amiket most építenek a jövőben, azokra már ugyanúgy érvényes lesz ez a szabály, mint az én hajómra. Nagyon remélem, hogy a jövő hajói ugyanezt fogják tudni, és akkor az a fajta aprócska súlyelőny, ami jelen pillanatban az élmezőnyt jellemzi, az megszűnik, mert 21 tonnás szerkezeti szilárdságot nem lehet elérni azzal a súlyjal, amilyen súlyon most a hajók vannak. Tehát ilyen szempontból én előtte járok a mezőnynek, és az én hajóm az első hajója annak az új flottának, ami most kezd kialakulni. Hát mindig is az újító szellemedről voltál híres, és vajon az ember ezt, mert nyilván szellemében, tapasztalataiban még sokkal többet tud majd mindarról, amit szeretne, de a fizikumában tudja tartani az ezzel kapcsolatos kihívásokat, tekintettel arra ugye tudjuk, hogy a hosszabb célod, és ugye láttuk azt a kis felsorolást ott, hogy 2016-17 vendéglób, ami nem ismeretlen neked, sőt mi több, de ugye azt is elmondtad, hogy volt benned egy befejezetlen mondat ebben a tekintetben. Szóval az addig rád váró feladatok, például a közeljövőbéli is, az egy, nevezhetjük úgy, hogy a te személyes építkezésedet jelenti újra ebben a műfajban? Hát nagyon építkezni nem kell, de magamat, illetve a hajót és bennünket együtt próbálni, tesztelni, föltuningolni, abszolút élesbe hozni, az fontos, az feladat. Most én beleülök majd ebbe a hajóba, de hát ahhoz, hogy a hajóból kihozzuk a képességeit, akár a hajóból egyébként, akár így az együttesből, az azért nem kétnapos feladat, az eltart, én úgy gondolom, hogy elég sokáig. Mire egy hajót minden szélszögön, minden szélerőnél, minden hullámviszonyoknál fölvitorláznak, addig eltelik néhány száz vitorlázott óra, és erre szükség van, akár tesztben, akár versenyben, egyébként a versenyek a legjobb tesztek, mert ott az ember nem kíméli sem magát, sem az eszközt. Tehát én úgy gondolom, hogy ha 97-98%-ban ki tudom hozni év végére a teljesítményt a hajóból, akkor nagyon szorgalmasak voltunk. Hát én azt kívánom akkor, hogy ez a finom hangolás a lehető legtökéletesebben működjön, drága Nándi, és nagyon boldog vagyok személyesen, és hát nagyon régóta ismerjük egymást, hogy ez a régóta dédelgetett terved, ez valóra válik, valóra válni látszik minden szempontból, és tényleg azt kívánom, hogy szépen lépésről lépésre haladva akkor ennek a mondatnak majd egyszer a végére ér, addig pedig nagyon sok örömöd legyen neked is benne, és nekünk a te eredményeidben. Nagyon kedves, hogy köszönöm. Én mindent elkövetek ezért. Ebben egészen biztos vagyok, ismerve a maximalizmusodat. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm én is.